azokat az energiákat, ami belőle áradt, és azt a szabadságérzetet, ami állandóan körülötte lengett, és nagyon jó érzéssel töltött el mindenkit. Nem is tudom még, mit mondjak, hogy nagyon igyekszem azon, ahogy a társaságot is megalapítottuk, hogy Béla emléke fennmaradjon, és minél tovább éljen, mert akkor soha ne... Igen, a zene is tovább él. És az, hogy most ő itt nem lehet velünk, az egy tény, viszont a szellemisége az itt van közöttünk, hisz összejövünk, beszélgetünk, felszabadulunk, zenét hallgatunk együtt, és a munkássága is itt van, hiszen az esztergomi Tűzkerék XT együttes gondozza és ápolja az ő zenei örökségét, amit nagyon köszönünk neki. És még egyszer köszönöm a társaságot! Köszönjük szépen Icának a szép szavakat, és szeretném a színpadra szólítani az este egyik főszereplőjét, kettő közül az egyiket, a Tűzkerék XC zenekart. Szóval akkor talán név szerint kezdjük. Anda Ricsi! Ő a fiatal nemzedéket képviselő. Majdnem szájra sikerült, de ez kimaradt most a pillanat. Van az édesapja, aki elég régóta gyűri a Radics Béla zenét. Anna Bálint! Én egy gitár. Van egy nagyszerű dobos, akinek nem túl szép neve, mert úgy tűnik, hogy fucking, nem tudom lefordítani ezt az angol szót, elég szépen hangzik. Inkább nem, jó? Gertei György! A rockok dobosa. És van itt egy ember, aki 25 éve alapította a zenekart, aki basszusgitározik, és aki nagyon-nagyon ismerte és személyesen ismerte Radics Bélát, és örök híve marad, akit úgy hívnak, hogy Tóth Tamás Béla! És van egy láthatatlan ötödik tag, őt is szeretném a színpadra szólítani, ő nem szerepel soha még színpadon. Ő a menedzserük, ügyes vagyos dolgaikat intézi. Nagy Anita! Tesse menj szájra. Úgyhogy, miután itt felállt ez a zenekar. Na hát, Gyuri, mi másra gondolhatna? Az a Radics Béla emléktárság úgy gondolta, hogy ezt a 25 évet, most viszont már 26 ez a 25, amit a zenekar Radics Béla emlékének, zenei örökségének ápolásával töltött, szeretné úgy honorálni, hogy őket is a Radics Béla emléktárság tiszteletbeli tagján fogadja. Szebb, mint a parlamenti kitüntetés. Nem lehet eladni. Jó beszélsz! Óriási tapsot, és óriási zene lesz itt ma este, hiszen Radics Béla két formációja fog fellépni. A egyik a Tűzkerék, legalábbis nevében ugyanaz, és a szellemiségében mindenképpen, és a másik pedig ez később fog jönni egy rövid szünet után, nagyon nem tudok már beszélni. A Taurus, új Taurus, és most XT nélkül, de fantasztikus zenével. Fogadjátok szeretettel színpadon a Tűzkerék!